Őszi hadjáratra gyülekeznek a Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület tagjai. 13 éves hagyománya székelyföldi kisvárosban az 1848-49-es szabadságharc huszártoborzó körútjainak felelevenítése. A Szentegyházi Gyermekfilharmóniával közösen szervezett hadjárat első mozzanata a hősök előtti tisztelgés volt. A 13 aradi vértanúra és a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulójára emlékeztek a résztvevők. A rendezvény fővédnöke, Hoppál Péter, országgyűlési képviselő évek óta rendszeresen elkíséri a békés hadjárat vitézeit. Mindazok, akik az anyaországból felkerekedünk, ilyenkor október 6-a környékén, hogy eljöjjünk ide Székelyföldre, ugyanazt érezzük, amit az itt élő székely testvéreink, hogy a nemzeti összetartozásnak ez egy nagyon fontos pillanata, az aradi 13-ak emléke fölött is áldozva, barátságunkról, összetartozásunkról és kulturális identitásunk azonosságáról hírt adjunk a nagyvilágnak. Halljunk egy kis verbunkot! A korhű verbúválás Bem József altábornagy 1848-ban indított toborzását idézi fel. A székelyek különös tisztelettel ragaszkodtak Bemhez, aki miután erdélyi főparancsnok lett, sikeresen mozgósította a székely falvakat, hiszen a szabadságharc idején a hazaszeretet erősebb volt a félelemnél. Valamikor olyan hazaszeretet volt az emberekbe, hogy amikor a kürtöt megfújtak itt Szentegyházan, hogy a szabadságházba kell menni, akkor az a legény a kaszát felakasztotta a magyarófára, és azt mondta, édesanyám, tegyen kenyeret, szalonát, hagymát a tarisnyába, mert én elmentem a szabadságházba. Ez az ember úgy elment, hogy még oda van. A hadjárat idején, akkor és ma is, településről településre haladva keresték a szép szál katonának való székely legényeket. Nemzettársak! Újra eltelt egy év! A bátorság mellett alapos történelemtudásra is szüksége van a huszároknak. Mi magyarok igen szerencsés nép vagyunk. Akár gondolják ezt így a mindennapokban, akár nem. Ennek a legfőbb oka, hogy van igaz, valós történelmünk. A rövid történelem óra után a hírnök felolvasta Kossuth Lajos üzenetét. Kossuth Lajos megbízásából jöttünk ide, hogy holnapra 10 kemény legényt sorozzunk a regimentjébe. A legények mustráján a szegedi 3-as honvéd zászlóalj ezredese és katonái azt vizsgálták, hogy valóban alkalmasak-e a fiatalok a katonaságra. Próbálgatták velük az alakozást, tisztelgést, majd megitatták őket a király borából. Csak ezután írták alá a sorozó cédulát és adtak Kossuth bankót számukra. Az újoncok végül eljárták a verbunkost, még egyszer utoljára megforgatták kedvesüket. 12 éve járok az őszi hadjáratra, és hát nincs olyan esemény, ami keresztül tudja húzni, mert ez nekünk magyarországi magyaroknak, igazából itt érezzük magyarnak magunkat, és székely barátaink hívására minden évben jövünk. Gyerekkorom óta járunk hadjáratra, lovaink voltak, szekérrel jártunk, és összebarátkoztam a huszárokkal, minden jóban voltam velük, és mondtam, hogy ha lehet, akkor lennék én is. A több mint 100 lovas huszárt és a 70 szekérni, azaz majd 1000 fős kíséretet ebéddel várták a közeli Szeltersz völgyében. Jó, hogy ezeket a hagyományokat van, ki megőrizze. Most már vannak fiatalabb huszárlányok, van, kinek továbbadjuk azt, amit nekünk adtak az idősebb huszárlányok. Székelyföldről tömegesen vonultak az önkéntes férfiak az 1848-49-es szabadságharcba. Talán nincs is olyan család, ahol a nagyszülők ne tudnának emlékeket felidézni az apák vagy nagyapák bevonulásáról. Ma a hagyományőrző hadjáratok során élhetik át a fiatalok a hősi korszakot. A magyarság tudatunkat erősíti, és hát a történelmet próbáljuk újra megélni minden olyan jelenettel, amit itt látunk, vagy átérezzük, sőt ezektől a katonáktól, huszároktól, amit tanulunk, talán egy picit vissza tudunk menni időben, hogy a mi őseink, nagyszüleink, édesanyáink hogyan búcsúztatták el az ők férjeiket. A 13. őszi hadjárat ebben az évben is eredményes volt. Úgy tűnik, a huszár egyenruha és életforma, valamint a hazaszeretete a 21. században is érték maradt Székelyföldön.